Sziasztok! A mai videóban folytatjuk az innovatív hírek sorozatomat ezúttal a 12. részszel Tamás részvételével. Ezúttal megpróbáljuk Sziasztok. azt. Sziasztok! Köszönöm mind a megpróbáljuk azt a verziót, hogy megpróbáljuk összefoglalni a híreket a lehető legrövidebben kommentek, vagy minimális kommentekkel. Nagyjából megpróbálunk beleférni egy 20-25 percbe, és utána pedig lesz két beszélgetős rész, amelyeket majd hétfőnként, hétfő reggelenként fogok kirakni az oldalamra. Ezek lesznek a podcastosabb részek. Azt tudni kell, hogy a felvétel az csütörtök reggel készült, ami azt jelenti, hogy csak néhány órája jött ki a harmadik négy éves beszámolója a Teslának. Ez az egyik dolog, amiről azonnal szeretnék beszélni a legelején. Igazából csak röviden akarom összefoglalni, sőt, összesek akarom igazán foglalni, csak elmondom, hogy minden mindenféle pénzügyileg, profitábilis minden szempontból ugye rekordokat döntöttek. Azért sem szeretnék róla bővebben beszélni, mert szeretnék egy összefoglalót csinálni jövő héten, péntekre. Amikor a beszélgetés is összefoglalom, volt egy jó pár kérdés, ami érdekes volt, illetve hasznos volt. Ezzel kapcsolatban, úgyhogy erről igazából csak ennyi. És van még egy olyan dolgunk ezzel kapcsolatban, hogy ki jött ugye a Full Self Driving, ki jött ugye igazából Los Angelesben ma éjjel kijött a Full Self Driving, és van néhány uh, videó róla, először is uh, Tesla, Rajs rakott fel egy videót Silicon owners literally just pull that Oh, out. A hangját, kicsit. Uh, igazából is... ez csak egy reakció videó, tehát túl sokat nem láthatunk benne magából a rendszerből, csak hogy ők hogy reagálnak erre az egészre. Próbálok a Twitter nem hagyja persze. My Viszont van... Viszont van egy külső videójuk, ami talán egy kicsit jobban mutatja, hogy mi is történik. Ugye a Tesla önmagától, ez a Tesla Model X önmagától fordulj jobbra, ugye, meg az autópilot csinálja meg ezt a keret. Pont amúgy múltkori ugye, innovatív hírekben beszéltük, hogy a full set driving már benne lesz ez, hogy kereszteződéseket fog kezelni, és kereszteződésekbe is tud majd kanyarodni. Ez kicsit jobban mutatja, illetve van egy Brandoni nevezetű felhasználó, akinek persze most egy pár videóját eltüntette a Twitter valamiért. Sőt, mm, á. csak én vagyok noob, mondjuk azt. Szóval itt nagyon jól látszik, hogy hogyan kezel kereszteződéseket a full self driving. Látható, betölt a videó. Ugye rengeteg új vizualizáció van a full self drivingnél. Ugye látjuk az összes sávot, a podcast más színben jelenteti meg. És van egy nagyon jó videó, a legutolsó videó az, ami nekem nagyon tetszett. Hát ott láthatjuk, hogy hogy kezel majd körforgalmakat, ami nekünk európaiaknak ugye fontosabb. Amerikában nagyon kevés körforgalom van. Volt egy keleti parti túránk öt éve a párammal, és összesen láttunk két körforgalmat, egyet fönt Bronxba, egyet meg lent Floridába. Kicsit ideges kezdő sofőrként viselkedik még, de ez várható volt ugye a full set driving hogy az elején még egy kicsit óvatos lesz. Ugye ezek a leges, legújabb hírek ezek annyira újak, hogy benne se volt a vázlatunkba. Úgyhogy elkezdem a vázlatunkat, a vázlatunkon tovább menni. Érdekes, hogy múltkor beszéltük a legutolsó részben, közben indítok egy stoppert, hogy tényleg férjünk bele 20 percre. Érdekes, hogy múltkor beszéltük a legutolsó innovatív hírekben, hogy vannak híroldalak, amik, amik gyakorlatilag kisebb információ morzsákból próbálnak valami cikket csinálni. Úgy tűnik, hogy sajnos már előfordul ez a befektetőkkel is. Ugye Tasa Kini, ő az a dolgozik, és ő reagált ugye az elektrek egyik cikkére, amiben ők ugye azt, azt remélik, hogy egyre több 3D-s nyomtatást fognak használni a tesla de Elon igazából ez kicsit megcáfolta, azt mondta, hogy a SpaceX-nél valóban sok 3D nyomtatást használnak, de az autógyártásban maximum arra használják ezt a, ezt a technikát, hogy eszközöket hozzanak létre. Úgyhogy ez is egy érdekes, hogy már nem csak az újságírók, hanem a befektetők is próbálnak többet látni a dolgok mögé, de nyilván ez ezzel jár, megpróbáljuk kitalálni a jövőt. illetve a másik dolog, ami, ami ugye az full drivinggal driving is kapcsolatos, hogy a VMU nemrég ugye bejelentette, hogy most már egyre többen használhatják, de még mindig csak egy viszonylag zárt körű beta-teszterek lehetnek igazából az emberek, akik használják a, a véMO önvezető taxiaikat, amire ugye Elon reagált, hogy nagyon e, tetszik neki az ötlet, csak ugye az a baj ezzel, hogy nagyon speciális, és ugye nagyon csak egy e, feltérképezett városban működik jelenleg ez a rendszer, e, és ők is ugye elkövetik ezt a hibát, hogy először eleinte csak olyan helyeken működött a, igazán jól az Autopilot, ahol már vezetett másik Tesla, de ugye ezzel a full-set driving-gal, ezzel e, gyakorlatilag most ez meg fog valósulni, és ugye láthatjuk előtte néhány napja, ugye elkezdte már tweetelni hogy jön a full set driving, ugye még azt is mondta, hogy nem ma este. És akkor ugye a következő kérdés, ugye egy Tesla, vagy egy Twitter felhasználótól az volt, hogy az újfajta, ugye ez a castingnak hívják angolul, hogy ezeket a castingokat, ugye ezeket az öntvényes verziójú új autókat majd lehet -e javítani, és Ilon ugye egyértelműen megerősítette, hogy, hogy abszolút ugye cseréhető lesz, cserélhetőek lesznek ezek, a, ezek az ütköző elemek lényegében. Úgyhogy ezzel sem lesz problémánk a jövőben. Illetve ugye még egy két hét, az elmúlt ugye egy-két hétben ugye történt egy jó pár kérdés ugye Ilon felé a Twitteren, ahol megerősítette, hogy jönnek jövőre Indiába és ugye erről az elektrik, e, Tesla-rati, ugye ebben az esetben a tesla is e, megjelentetett egy cikket, illetve ugye megerősítette Ilon most egy pár napja, hogy januártól működni fog ugye a megrendelő oldala, az indiai megrendelő oldal a Teslának. Úgyhogy izgalmas lesz a jövő éve is a Teslának. Ugye a, nemrég ugye a battery day volt, és sokan ugye egyáltalán megkérvelezték, hogy hogy mikor fog ez működni, mikortól kezd, kezdik el ezt használni. Silo megerősítette egy néhány napja, hogy ezeket az új 4680-as cellákat, illetve az első és hátsó öntvényeket, továbbá az új festési rendszert, az Berlinben fogják használni, gyakorlatilag a kezdetektől fogva. Egy másik tweetben, azt hiszem, vagy pedig lehet, hogy a negyedéves beszámolóban említette azt, azt hiszem a negyedéves beszámolóban említette azt, hogy elképzelhető, sőt, valószínűleg tartja igazából, hogy, hogy ez néhány hónapba, akár évbe is beletelhet, mire ez a rendszer tökéletesen fog működni, és azután, hogy ez tökéletesen fog működni, azután majd Fremontba és Shanghaiba is, ugye két évvel azután uh, átteszik azt a technológiát, úgyhogy valószínűleg ez egy lassan elinduló technológia lesz. Ezt a negyedéves beszámolóban is Ilon megemlítette, hogy azért nagyon, meg, azon, azért nagyon nehéz megítélni ezt, mert gyakorlatilag ez egy exponenciális, ugye egy ilyen S s hullámot ír le ez a, ez a, fejlődés, és gyakorlatilag itt annyi fajta technológiát egyesítenek, hogy ahogy ő, mondta, több, több 10-20 ilyen S körnek hívják ugye angolul, ilyen es körbet kell ugye megtippelni, hogy körülbelül melyik milyen gyorsan fog, fog, felfutni. És hogyha a Firefox is hajlandó tovább menni, akkor megyünk ugye a további hírekre. A Tesla tesz, nem, a Tesla Ratin, hanem a Tesmanian. Vincent ilyen oldalán jelent meg, egy cikk, ami igazából összefoglalja a motorvan.com tesztjét, ami szerint a Model 3-as a legkevesebbet fogyasztó, fogyasztó elektromos autó, és ezzel kapcsolatos új dolog az, hogy egyrészt Amerikában 69.420 lesz a, az ára a Tesla modellesnek, de ez majd egy későbbi ilonos vicces hír lesz. A fő dolog, amit itt keresünk, az az új Model 3-as, mert hogy igen, végre kijött a Model 3-asnak egy frissítése, amit ugye általában a Tesla azt mondja, hogy nincsenek ilyen modellévek, de most mégis úgy tűnik, hogy van valami újdonság. Ugye az egyik, amit egyből lehet látni a képen, ez a Performance verziónak az úgynevezett Urban... Ö, ö, nehéz szó... Ö, ö, ur, ur, urban... nem Urban... Ö, Tamás segíts ki, hogyha neked megvan. Ö, Uber... Uber... megvan a szó. Uber Turbine Wheels, amit ugye eredetileg bemutattak... <laughs> eredetileg bemutattak a, a Model 3-asnak a a, még, a, még az ős bemutatóján, mikor csak a prototípusokat mutatták be. A másik újdonság az, hogy most már ezen túl az oldalán a Model 3-asnak nem krom berakások vannak, és nem krom kilincsek, hanem lesötítették, ugye fekete lényegében elemek vannak. Illetve, hogyha rámegyünk a megrendelési oldalra, akkor feltűnik pár új dolog. Az egyik az, hogy még mielőtt rámegyünk, ugye, az egyik, ami feltűnik az, hogy nagyobb lett a hatótávolságot, tehát a a normál uh, Model 3-asnak eddig 330 mérföld volt Amerikában, és hogyha a mobil internet is hajlandó nekem velem együtt dolgozni, akkor láthatnánk, igen, tovább mentünk, láthatnánk az egyik újdonság, az, hogy sokan várták már ugye azt, hogy, hogy legyen uh, automatikusan nyíló ugye a, a csomagtér fedele a Model 3-asnak, ez most megvalósult, illetve ezen a képen azonnal látszik, hogy a legolcsóbb verziónál, a Standard Range Plus-nál is, gyakorlatilag egy uh, újfajta ugye ez a uh, Aero szokták mondani, ilyen Aero cover szokták mondani. Ugye ez a takaróelem, ami a kerekeken van, ugye az alufelnik felett. Illetve itt láthatunk egy érdekes árat, csak hogy itt Amerikában ugye van egy ilyen opció, hogy, hogy hozzászámolják azt, amit spórolhatsz a benzinen egy benzines autóhoz képest. Hogyha ezt átváltjuk, akkor láthatjuk azt, hogy 38 ezer dollár lett a, a, a Standard Range Plus, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy 2000 dollárral lett olcsóbb Amerikában. Ugyanúgy, hogy a long range is 50 ezerről lejött 47 ezerre, gyakorlatilag és a performance 60 ezer környékén volt eddig, és most 50 000, 50 000, 55 ezer dollár. Ugye ezek a megerősített dolgok, és előveszem magamnak a kis jegyzetünket, ugyanis fölírtam egy pár dolgot, ami nincs megerősítve, de legykálják. Ugye nagyjából ugye a short range plusz short range-nek mondom, de egyébként standard range plusz ez 10 mérfölddel nőtt a hatótávolsága, a long range-nek 30 mérföldel, és a performance-nak 10 mérföldel. Ugye a chrome, elemeket, igen, a chrome elemeken kívül még elég fontos dolog, hogyha tovább megyünk, láthatjuk majd a középkonzol is változott az autó belsejében. Üm, tovább megyünk még mindig. Nagyon menő ez a fehér szín van néz ki nagyon elég ilyen főleg ezzel a... Itt láthatjuk a, az új középkonzolt. Igazából ez kicsit konszolidáltabb lett, kicsit szolidabb lett, mint ami eddig volt. Eddig ugye egy, egy ilyen csillogó fekete, lapfekete betét volt, illetve a felső részen, ahol a telefonokat rakjuk, ott a nagy kijelző alatt, az egy, egy fedőlemezzel volt takarva, tehát akár le is csukhattuk, ugye eltakarhattuk a, eltakarhattuk a telefonjainkat ez most szerintem, saját tapasztalat szerint azért változtatták meg, mert nekem egy 6,7 szolos telefonom volt, és van is most is, amikor a Tesla Model 3-as béreltem, és gyakorlatilag nem tudtam úgy odarakni, hogy közbe töltsön is egyszerre, egyenesen, legalábbis nem át, ilyen ferdin kellett berakni, és a kábelek eléggé feszültek. Szerintem ez, egy, ez, az egyik oka, hogy ezt megváltoztatták, ugye most jött ki az új iPhone, a 12 Pro Max, ez konkrétan az is 6,7 szolos, szóval szerintem pont az a is takaró eh, ajtócska, annak a felső része valószínű pont lett volna egy ilyen nagyobb telefonnak. Uh, továbbá egy újdonság még továbbá az, hogy a két USB csatlakozón, ami bent van a konzolba, azon kívül most már a kesztyűtartóban is van uh, USB csatlakozó, ami azért jó, mert a kesztyűtartó meg közben zárható lett szoftveresen, egy ilyen pinnel uh, le lehet zárni. A VIN numberek, ugye ezek a nevezük alvászámnak, vagy gyártási számnak, alapján ezek már 2021-es modellévű autók, de Amerikában ez teljesen jellemző, hogy elkezdik árulni a 2021-es modellévű autókat hamarabb. Ezzel kapcsolatos dolog tovább a Ride the Lightning, ugye összefoglaltam már pár podcastját Ryan McCaffinak, aki a Ride the Lightning Lightning-ot csinálja. Őnek van egy belsős embere, aki megerősítette, hogy a Model 3 megkapták többek között a hőszivattyút is, és ennek köszönhető ugye a, ennek köszönhető a, a növekedés, illetve kaptak automatikusan sötétedő külső tükréket, amik a legelején benne voltak a modern hármasokban, de aztán idővel kivették. Uh, illetve a kormányban a kis görgők, a kormány két oldalán lévő kis görgők eddig műanyag alapúak voltak, és most már fém alapúak. Uh, nem erősítette meg senkire plegykátak arról, hogy dupla oldalablakok is lesznek a modern hármasokban, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag halkabb lesz az autó. A Model X is nagyobb hatótávot kapott, valószínűsíthetően itt, itt is elkezdték használni a, a hőszivattyút, illetve a Model Y pedig nagyon érdekes, hogy szoftveresen kapott plusz 9 mérföld hatótávot, ami egyébként 2,8, majdnem 3 os növekedés. Ami számomra nagyon érdekes, hogy veszel egy autót, és utána a szoftveresen kapsz még plusz mérföldet, ezt más, más elektromos autógyártóknál is láttattuk, ugye. Általában szerintem a más elektromos autógyártóknál az történik, mondjuk egy Jaguárnál emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy, hogy van egy, buffer, ugye, amit nem engednek, hogy használjunk, ugye egy felső, réte, felső, része az akcsinak, mondjuk a felső 10-20 és ebből a felső 10-20 ból engednek egyre többet hozzáférni. A tesla viszont én szinte biztos vagyok benne, hogy ezen felül, hogy nekik is van egy ilyen kis tartalék, ezen felül ők tényleg valamilyen szoftveres módon találnak arra, arra lehetőséget, hogy egyrészt hatékonyabb legyen az autó, tehát hogy kevesebbet is fogyaszt, és részben ezzel is nő a hatótávolság. És az utolsó tesla mielőtt átmegyünk Tamás SpaceX-es híreire. Ez is egy viszonylag új videó. Az egyik kedvenc csatornám a Drag Times, ahol Brook, a Drag Times vezetője mindig próbálgatja a legújabb Ferrari-kat, mclaren és lamborghini Most talán pont egy bugatti is videót is csinált. Ő szeméri igazából a legújabb Ferrari F8 tribútot, a Tesla modelles performance egy gyorsulási versenyben. És ugye a kérdése, a videóban úgyis ez a kérdés, hogy 2,31 másodperc 0 60 mérföldre az elég lesz-e hogy megverjük, megverjük, a Tesla modellest. Kicsit lejjebb veszem a hangját a videónak. A Tesla ugye 90 os aksi rendelkezik. Láthatjuk, hogy az elején egy kicsit lemarad, de aztán persze nagyjából ránézés egy ilyen 60-70 mérföldes sebességnél már elmegy a Ferrari. De végre kettő tized másodpercet jelent. Tehát a nulláról, a, nem is a nulláról 60-ra, hanem 400 mérföldes gyorsulásban ez lényegében két tized másodperccel lesz gyorsabb, mint a, a jelenlegi Model S performance. A Ferrari-nak az árát itt megmutatnám, ugye ez a 279.450, miközben a modelles jelenlegi amerikai ára, ugye ez a 91990, ha jól számolok, kb. három modelles tudnánk venni ebből az árból, és egyből látszik alatta, ugye megrendelhető már a PLED, eh, PLED modelles, és a PLED modellesnél tudunk ugye egy fontos információt ugye a bateriáról, miközben azt, hogy a negyed mérföldet, azt, eh, ha jól emlékszem, 9 másodpercen belül csinálja? De itt írja is, igen, 9 másodpercen belül csinálja. Ami csak azért érdekes, mert itt a modell S performance az előző videóban, 10,4 másodperc alatt teljesítette ezt a negyed mérföldet, a Ferrari pedig 10,2 másodperc alatt, szóval masszívan meg fogja verni ez a modell, ugye ez a családi szedán lényegébe, kinézetre, ez a családi szedán masszívan meg fogja verni a Ferrari-t, hogyha jövőre kijön, és akkor át is adom, bezárom a kis ablakaimat, és átadom a, szót, illetve a képernyőt Ilonna, ilona kezdve megláttam az Ilonos tweetet, átadom Tamásnak, és a Tamás, te kész van, a, kész van a, elő van készítve ugye a böngésződ, úgyhogy én megállítom a, a képernyő megosztásomat, és ha minden jól megy, akkor a tiéd lesz a következő. Igen, igyekszem átvenni, mert még le vagyok tiltva. Mindjárt megnézem. Aha, lehet, hogy nem kellett volna, engedélyeztem most már. Oké, okay, És meg is vagyunk. Hát igazából már majd nem mondtam volna, hogy megveszem a Teslát, mert adtad nekem, de azért végén ez a videó, hogy a Ferrari van. hogy hm, Tudod, értem én, hogy olcsóbb meg minden, csak... No, egy kicsit mi is visszatekintünk SpaceX-el kapcsolatban, és nem az idős néni, nem SpaceX-es, de eh, október 4-ig megyünk vissza, amikor eh, SpaceX bejelentette, hogy a Következő 60 darab Starlink műholdját szeretnék kiküldeni, és ezt október 5-ére tervezték. Azonban október 5-én sajnos is azt is posztolták, hogy uh, weather issue miatt. Uh, tehát, uh, hogy mondják ezt? Időjárási <laughs> problémák, ugye? Időjárás. Nem arra, most ezt tényleg teszem. Be. Időjárási problémák Időjárási problémák. Igen, igen a elmaradt a kilövés sajnos, mert hogy még így is 70%-ra tették azt, hogy sikerül majd, de végül is az október 5 ei teljesen le lett mondva, és így a kilövést teljesen átrakták október 6-ára, amikor is délután 3 óra 11 perckor végül a Falcon 9-t kilőtték, és egyben ez volt a 43. repülése is a SpaceX-nek, ami szerintem most már egy nagyon nagyon szép teljesítménytőlük. Mm. Ezen kívül kaptuk egy nagyon szép videót a SpaceX-től, amin azt láthatjuk, hogy hogy engedik ki mind a 60 darab műholdat. És én azt hiszem, hogy ezek a műholdak most már teljesen fényelnyelős réteggel rendelkeznek alulról. Tehát valószínűleg ez most már nem fog zavarni abban, hogyha esetleg kamerázol fönt és próbálod figyelemmel kísérni a gyönyörű szépeget. Ezen kívül pedig kaptunk még videót, ez pedig ahogyan landolunk, és mellette természetesen a vacuum engine, ahogyan folytatjuk tovább az úgymond second stage az útját. Úgyhogy újabb sikeres landolás az Of Course Still Love You drónhajóra, ami egyébként nem valaki kérdezte egyszer illantól, hogy hányadik sikeres drónhajónadulását csinálták meg ezzel, de még nem válaszolt a tweetre, minden esetre várom a választ, és akkor én is nagyon szívesen megosztom ezt az információt. És akkor egy kicsit, kicsit a starlink -kel kapcsolatban még annyit szeretném megemlíteni, hogy Ilon már bejelentette, hogy mindenféleképpen, el fogják indítani az észak-amerikai és a, és a, kanadai szerviszt, a, a publikus szerviszt a Starlinknek, ami azt jelenti, hogy most már elérhető lesz arra felé az internet, hiszen van elég műholdjuk jelen pillanatban is a föld körül, amivel biztosítani tudják az elérhetőséget. És ezen kívül csak még úgy mellesleg megjegyezném, hogy Ausztráliában már alá is írták a szerződést, ami egy ö, október 12-i hír volt a SpaceX oldalán, tehát lehet, hogy Ausztráliában lesz először a szerviz, és nem, nem az Észak-Amerikai vagy Dél-Kanadai régióban, de bármelyik is szerintem már nagyon, nagyon előre haladott állapotban van a dolog, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy fog kinézni az egész, amikor körülbelül a megkívánt műholdak felét már fellőtték, hiszen még több régiót el tudnak majd érni. És egyébként kaptunk egy tweetet John Kraus-tól, amire Elon is elég pozitívan válaszolt. Ez a kép akkor készült, mikor a Falcon 9-t és ilyen nagyon futurisztikus, egy, egy kicsit olyan, mint a... Melyik volt az a film, István, amiben ilyen hasonló színezetű világot mutattak be? Azt hiszem, hogy a... A magyarul szányos szárny, helyvadásznak hívott... Ra gondolsz? Igen, igen. Pontosan erre gondoltam, hogy nagyon-nagyon film. egyébként a kép, igaz? Igen. Ezt szeretnék egyébként marzászlónak, vagy legalábbis megemlítették, hogy mennyire jó lenne, hogy ez lenne a marzászló, illetve Ilon említette Igen, Ilon, el, ezt szeretném. Aminek szerintem, igen, az egész közösség nagyon beindult erre a megjegyzésre. Ott egyébként azt hiszem, hogy már döntöttek arról, hogy milyen formájú marzászlót szeretnének, ezt majd a következő részben meg is fogunk keresni. <laughs> Megkeressük. Innen mellett uh, Everyday Astronaut posztolt egy uh, tweetet, uh, furcsa megtalálta, hogy mennyire, mennyire hasonlít egymásra az, amit elképzeltek a múltban, és ami történik a jelenben. <laughs> és így uh, a múltban volt egy újsághirdetés, amiben beraktak egy uh, ilyen kis uh, futurisztikus morsi járművet, a kis daruval, ahogy építik, és ugye a környéke az építkező területtel, és készítettek egy légi felvételt az SN 8-as próbodarabról, amivel éppen egy ugyanilyen dróg, hát, vagyis hát nagyon hasonló daruval építgetik az oldalelemeket, és, és, tényleg mennyire, mennyire, véletlen, véletlen, hogy, hogy pont úgy jött ki, mint azon a nem is tudom hány évvel korábbi, ezt nem is említette meg, azt hiszem, Everyday azt csinálod, hogy hány éves maga a kép, de valami nagyon öreg lehet. Vicces egyébként. Igen. Egyébként Tinom válaszolt, hogy ez a poszter neki is fent van a bokacsikai kis szobájában a falon. Hm. Szóval áttérnék egy kicsit az SN8-asra, mert hogy ott nagyon sok minden történt az elmúlt napokban, 50 hetekben, és Kicsit nehéz is most már lekövetni, mert szinte minden nap csinálnak valami tesztet. Itt egész pontosan október 5-én volt egy ambient pressure test. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen feltöltik üzemanyaggal magát a, a, az sn 8 ast és letesztelik, hogy mennyire tartja, de semmiféle extra nyomást nem alkalmaznak sem a hajtómű részén, és azt hiszem, hogy ebben a, ezen a ponton még nem is volt felszerelve a hajtómű de még a tartóján sem, tehát ez tényleg csak egy üzemanyag nyomás próba, úgymond. Október 6-án pedig SpaceX Update nevű felhasználó, Updates nevű felhasználó Twitteren azt tweetelte, hogy volt egy cryogenic test. Na ez már egy teljes nyomás teszt, amikor a, ugye ezt a nagyon alacsony hőmérsékletű folyadékot pumpálják bele maga a tankrészbe, és azt tételte, hogy hát ez sikerült, de sajnos a tweet az nem volt helyes ebben a formában, és ezt Chris B. is megerősítette a NASA Space Flight-tól, tehát tulajdonképpen maga a teszt az nem sikerült, mert hogy volt egy kis szivárgás probléma, és hát nagyon-nagyon vártuk a következő napot, amikor talán végre sikerül ezt is megoldani, vagy kiküszöbölni ami elérkezett, és Ilon egyébként tweetelte ö, október 9-én, hogy a cryogenic test sikeres lett, aminek mindenki nagyon örült, mert végre folytathattuk tovább az utunkat, afelé, hogy esetleg legyen egy static fire, ö, mert hogy arra már mindenki várt. De mielőtt static fire lett volna, október 11-én lekapták az egyik Raptor engine amit éppen kifelé vitték a kilőből állomás felé. Ezt egyébként kettő másik is követte még. És ezután kaptunk egy tweetet espadre aki szintén um, tudósít a helyszínről, nagyon sokat és nagyon jó kép minőségben egyébként. Ő azt posztolta, hogy éppen felszerelik a Raptor hajtóműveket. Ez már október 12-e volt, végül az október 12-én felkerült mind a három Raptor Engine az SN 8-as változatra, így már nagyon várták, hogy megtörténjen a 15 kilométeres kilövés, én is várom egyébként. A három Raptor Engine, ami felkerült egyébként, az SN30-as, az SN32-es és az SN39-es, ezeket mind tesztelték, mielőtt felszerelték volna tehát mind átestek azon a teszten, hogy, hogy repülést tudjanak biztosítani. Ezután pedig Chris B. a NASA Space Flight-tól megint csak posztolt egy tweetet még mindig 12-én, hogy az orkupot felszerelték, és most már a kis szágynak az örgzítőjét is felszerelték az orkup oldalára és ugyan még nem volt kész ahhoz, hogy felszereljük az s 8 asra de már láthatóan nagyon kemény munkálatok folytak, hogy ez megtörténjen. Mindeközben pedig, illetve ezután, két nappal, egész pontosan, ilon 14-én posztolt egy tweetet, és ez egy nagyon-nagyon érdekes kép, ugye itt már a három Raptor Engine fel van szerelve, ezt alulról fényképezte az s 8 asból és én még emlékszem, az SN1-essel kapcsolatban készítette egy ugyanilyen képet, ahol felerősítettek három Raptor Engint. Ez sosem volt arra dizájnolva, hogy repüljön. Ez viszont igen, és nagyon-nagyon látszik, hogy mennyire komoly fejlesztésen esett keresztül maga az, a, a starship a prototípusa. Ugye lehet látni, hogy a korábbi prototípusokkal ellentétben ezeket a feketek is hát nem is tudom, hogy mondjam, ezek ilyen ballonok. Ezeket is már nem kívülre rakják, hanem belülre, és szerintem ez lesz a végleges helyük. Egyébként Ilon azt is hozzáfűzte a tweethez, hogy azért ilyen üres, mert három vacuum raptor engine még belejön, amiről ugye az előző részben beszéltem, hogy ez sokkal nagyobb, sokkal-sokkal nagyobb, ugye itt lesz egy, ezen a részen fönt lesz még egy, és ezen a részen lesz még egy, és akkor úgy egy kicsit teljes is lesz a kép. Egyébként 16-án csináltak egy wet dress rehearsal ami megint csak egy ilyen, ha magyarra fordítom, akkor nedves ruhapróba, egy <laughs> kicsit félreérthetően hangzik, de itt megint csak az üzemanyag csöveket és magát az üzemanyag tárolást tesztelik. Nem indítanak egyáltalán engine tehát nem gyújtanak rá, nem lesz tűz, csak egy kicsi füst, ami megtörtént. És hál' Istennek, 20-án megtörtént az, amire mindenki várt, hogy először a történelemben három Raptor engin-t meggyújtottak, és kaptunk róla egy gyönyörű videót Chris B-től, amint csináltak egy static fire testet. Szóval azt már tudjuk, hogy a Starship be fog gyulladni, azt is tudjuk, hogy készen áll a repülésre. Ennek örömére egyébként az Orkúpra, amit korábban mutattam, már felszerelték a szárnyakat, és éppen tegnap este olvastam mm, valamikor hajnali egy óra körül, hogy az orkúp most már úton van kifelé, és elméletileg a kilelő állomáson kell, hogy legyen jelen pillanatban. A darúkat is kivitték, szóval valószínűleg még a mai nap folyamán fel fogják rakni. Ugye most csütörtök van 22-e. Nagyon várom, hogy milyen hírek jönnek ki az este folyamán. Egyébként, hogyha szeretnétek figyelemmel kísérni, akkor La élőben közvetíti 0-24-ben a Youtube-on, amiért nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó adó. Szóval a végére még gyorsan azt szeretném elmondani, hogy Elon Musknak volt egy élő interjúja a The Mars Society-vel, akinek a vezetője Robert Zubrin, nagyon ismert fizikus, és Elon elmondta neki, hogy számításait szerint a Starship orbitális pályára állhat 2022-ig, és az első csomagszállító küldetés 2024-ben történhet meg a Marsra. Ezen kívül a Holdra, a Holdra való küldetés kivitelezhető, ha sikerül egy újratankolási procedúrát véghez vinniük orbitális pályán, két Starship között, mert ugye hogy ez is a tervben volt, amit körülbelül 20, 2022 és 2023 közé prediktál maszk, tehát ez azt jelenti, hogy 2022-ben már elméletileg hol leszállhatunk egy starship és 2024-ben pedig oda mehet az első csomag, ami számomra nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, és most visszadnám a szót Istvánnak. Köszönöm szépen, megkérlek, hogy a képernyőt is ad vissza. Is visszadom, a visszadom, visszadom. Képernyő megosztása az? az már hivatalos, hogy nem férünk bele az előre kitalált 20 percbe. Most vagyunk 27 percnél. Legalábbis akkor a bevezetőt nem is számoltam. Köszönöm. És akkor megosztom újra az én képernyőmet. Hogyha a Zoom is úgy akarja. És akkor megpróbálj egy kicsit felpörgetni. Ugye beszéltél a, a zátlóról, én közben a rákerestem. Ugye ezek a dizájnok vannak, de majd legközelebb egy kicsit bővebben is beszélhetsz róla. Továbbá. nézzük továbbá ugye az, a full size driving-gal -el elfejtettem megemlíteni, ez is egy ugye, teljesen új hír, ugye néhány perce tweetettek illa, hogy ezáltal, hogy megjelent a full size driving 2000 dollárra a nő ugye a, az ára a full size driving nak Amerikában, illetve ha már ugye SpaceX-ről beszéltél, egy pár SpaceX-es képet is felrakott, például a, a az meg ugye erről a úgynevezett magas bérről, erről a magas szerelő csarnokról, ha úgy tetszik. Ó, egyébként itt gyorsan kijavítanálak, hogy ez Igen. még nem a magas bay, ez, ez a high bay, Igen. és a másik, ahol az orkup volt, az a mid bay, tehát ez a közép Aha. bay. Ezt a jobban követett figyelemmel, illetve még azt is láthatjuk, hogy Elon tud lazulni is. <gül> <gül> és akkor megyünk tovább. Rá szerettem volna kötni eredetileg is, ugye ez még ilyen két héttel ezelőtt szerettem, szerettük volna, ugye, szerettünk volna több hírt beilleszteni, és az egyik az az, amit itt Ilon tweetelt, ugye az egyik eh, október 6-ai eh, Starlink-es eh, videó alá, hogy gyakorlatilag ugye mikor reméli, hogy kijön, de ugye te most te, ez már egy, ugye, egy, régebbi hír, te már ettől újabb hírekkel ugye szolgáltál. Illetve a SpaceX kitvitelte ki még októberben szintén ugye a múltkoriból kimaradt, hogy eh, starman legutoljára ugye a földet elhagyva láthattuk, de ugye október 7-én tweetelték ki, hogy megközelíti a marsot 5 millió mérföldre további eh, hír, ami a legutolsó eh, innovatív hírekből kimaradt, ugye a Nature magazinon, illetve több tudományos magazinban is megjelent, hogy a életet találhatunk talán a, a Vénuszon. Ugye olyan eh, anyagokat találtak lényegében, ez a foszfin, ugye, ami elvileg csak a szerves életnek a mellékterméke lehet jelenlegi tudásaink szerint. Így. A Tesmanian jelent meg, hogy a Nuralink eh, újabb munkákat eh, eh, hirdetett meg, méghozzá nem is akárhol, hanem Texasban, úgyhogy úgy tűnik, hogy Elon erősen húz Texas felé, meg is erősítette, hogy valóban új munkahelyek, új munkahelyek vannak Texasban. Ugye Austin ez amúgy is kezd egy, egyfajta második Silicon Valley lenni Amerikában, valószínűleg itt is erről van szó, hogy egyre több tech cég költözik Austinba, Texasba. Továbbá kimaradt ugye híra a legutolsó innovatív hírekből, hogy Kalifornia be fogja tiltani ugye a 15 év múlva a belső égési motoros autókat. És ezzel kapcsolatos az, hogy egy-két cég már aktívan is reagált, ilyen például a Zero Motorcycles, és ugye ők a Polaris-szal közösen egy közös projektbe fognak, így majd elektromos kvadokat, illetve elektromos hójárókat fognak, fognak együtt gyártani. továbbá, meg kell néznem a Közben megnézem a jegyzetemet, hogy hol tartunk. Kezdtem elveszteni a fonalat. Igen, a következő hírünk ugye az, az konkrétan Boring Company is, és Ilon igazából nemrég, egy pár napja kitvítelte, hogy, hogy sokkal inkább leegyszerűsödött ugye a Boring Company ötlete. Nemrég láthatunk is egy képet, azt majd berakom a nyitóképbe ennek a videónak, ahol gyakorlatilag semmi másról nincs szó, csak tényleg szó szerint Tesla Model 3 állnak egy egy, úgy tűnik, mint egy ilyen föld alatti kis buszállomáson, és gyakorlatilag Elon ezt megerősítette, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítették ezt az alapötletet, hogy gyakorlatilag csak Model 3 lesznek a lagutakban, és ezzel kapcsolatos hír ugye, hogy Las Vegas-ba kiszivárgott pár információ, hogy, hogy nem csak a rövidebb, tehát nem csak a, a kiállítási központ alatt lesz ilyen boring alagút, hanem valóban megvalósítják azt, amit már eleve pletykáltak. A legelső innovatív híre, most végighallgattam az összes a a tegnapi nap. A legelső innovatív hírekben is említem ezt, hogy elképzelhetőnek tartotta a Las Vegas Even kormányzat, hogy, hogy konkrétan a repülőtérre is kivezetik ezt a Boring alagutat. És ha már Boring, ugye akkor, ha szeretitek az elektronokat és szeretitek az alagutakat, akkor van munkája a Boring Company-nak. Ugye nektek? Ezt majd megosztjuk a linkbe is, hogyha valakit esetleg ez érdekel és szeretne a Boring company dolgozni. Továbbá kicsit vicces hír, hogy André Kárpát ugye aki az a az Autopilot csapat vezetője. Őt is összezavarja ugye a, a, a machine learning, illetve az AI, mert igazából nem tudja eldönteni, hogy, hogy most hirtelen mindenki elhagyja Kaliforniát, vagy pedig csak a YouTube algoritmus szórakozik vele. <gül> <gül> illetve további Tesla-val kapcsolatos napelemes hír, hogy most már hivatalosan is ugye a legolcsóbb fajta áramelőállítás az a napelemes elő, áramelőállítás. Silon közben hozzászólt ugye ez a hírhez, hogy milyen, érdekes, hogy van egy fúziós reaktorunk, ami, ami 4 millió tonna energiát ugye alakít át másodpercenként, és ezt ugye mi ki tudnánk használni a napelemekkel, ha akarnánk. Illetve maga a Tesla akontja most eléggé csöndben volt az utóbbi időben, de most mégis megosztottak egy installációt, méghozzá arról, hogy a Solar Rufot egy kisebb ilyen családi vállalkozás, négy nap alatt felszerelte egy kenzeszi házra, amiről maga a családi vállalkozás is megosztott, ugye ez a Weddle and Sons Roofing, megosztott egy kis videót. Még szintén majd próbálom levenni a hangját. Bele is tekerek egy kicsit. Úgyhogy hogy néz ki ez az installáció? Persze a mobil internet nincs vele. És érdekes, ugye, hogy a, ez az első kis cég, akik engedélyt kaptak arra, hogy felszereljék ezt a Solar ufo és elég, so, elég jól néz ki a végére. Nem valami, gyorsan megkérdezhet, hogy milyen árban Jó kereszt <kérdését> vannak. <laughs> Na. Bocs, így, mert hamarosan lehet, hogy érdekelne. <laughs> <laughs> Ennek majd utána nézünk a következő innovatív hírekre. És akkor visszaadom neked a képernyőt, hogyha készen állsz a képernyő megosztással. Mert az ironos hírekkel jövök majd a legvégén. Próbáljuk ki, próbáljuk majd. Ugye most jössz a pénzügyi hírekkel gyorsan, és akkor most tartunk 34 percnél. Fantasztikus, nem fértünk nem. bele a 20 percbe, véletlenszerű. Akkor adom neked a képernyőt. Nem fogom sokáig elhúzni, igen, okay. uh, de az előző részből kimaradt, és ezt most szerintem nagyon jó is, hogyha pótoljuk. Egyébként frissítettem minden információt még tegnap éjjel, hogy jó információt kaphassatok a tőzsdei dolgokról, viszont mielőtt bármit is mondanék, egy kis disclaimer szeretnék, vagy a disclaimer szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár örömmel készítünk és közlünk kereskedéssel kapcsolatos elemzéseket, meglátásokat, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy kereskedési sikerért és sikertelenségekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ez csak abban az esetben fordulhatna elő, ha a kereskedési számlát mi menedzselnénk, mivel minden egyes portfólió sajátos körülményekkel és önerővel rendelkezik, ezért kérjük az elhangzott információkat, bár építőjelegűek, saját kereskedési szabályaitokhoz igazítsátok, amennyiben igazítjátok. És ezután szeretnék kitérni rögtön egy felhasználó, illetve hallgatónkra, bocsánat, de, de Chernobyl 01 kérésére van három stock, vagyis részvény, amit szeretnénk átnézni gyorsan. Az első a Tesla stock, a Tesla stock jelen pillanatban, ahogyan itt is láthatjátok, egy ilyen vegy formációban, de felfelé, tehát növekvő trendben van. Az analízisem alapján az álszintek azoknak, akik eladnának, bár a bearish, tehát az eladási trend egyik idősíkon sem konfirmált jelen pillanatban, ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy a Tesla részvény most hivatalosan is lefelé megy, ahhoz először is a 400 ös árat kell törni, majd a 363,96-os árat, és végül a 273,31-es szintnek kell törnie. Ha ez megtörtént, akkor beszéltünk arról, hogy a Tesla részvény hivatalosan is mélyrepülésbe kezdett. Azonban, ami sokkal valószínűbb, árszintek azoknak, akik vennék a Tesla részvényt, a 458-as árnak törnie kell abból az okból kifolyólag, hogy szeretnénk, és ezt egyébként vonallal fel is húztam nektek. Ez kell ahhoz, hogy kitörjünk ebből a wedge formációból, ebből a háromszögből, és akkor beszéltünk arról, hogy továbbra is felfelé megy maga a részmény. Itt voltak update 14-én a 458-as árat megérintettük, ez itt történt fent, azonban Azonban nem sikerült kitörni belőle, így az ár lényegében visszazuhant 16-ára, a 440-es ára, ami ez a szint volt, és végül 20-án egész 420-ig lezuhant az ár, ami még egyetlen nem kell, hogy pánikot okozzon, mivel láthatjátok, hogy a háromszögnek az alsó vonalára ütközött, ami azt jelenti, hogy innen már majd megint csak meglátogatjuk a felső vonalát. De ez a jövő. Ez a jövő. Még nem tudjuk, hogy akkor mi fog történni, minden esetre ezeket a szinteket, amiket elmondtam, érdemes figyelni. A következő részvény, amiről felhasználónk kért, hogy beszéljünk, az a NIO részvény, amiről most képet nem tudok nektek mutatni, mert a NIO-t nem tudunk kereskedni azon a platformon, amin jelen pillanatban én vagyok, de elkészítettem a grafikon alapján az elemzésemet, tehát a NIO részvény alapvetően emelkedő trendben van. Az átszintek azoknak, akik eladnának, ennek ellenére, ami nem feltétlenül tanácsos. Tehát a 20,57-es szint az, aminek törnie kell ahhoz, hogy eladásról vagy eladási trendről lehessen beszélni, vagy legalábbis gyengéről. És ezek után a következő ellenállási szintek az 17,76 és 14,27. A vevők részére pedig a következő árszinteket kell figyelni. Igazából nincs specifikus célár ezen, a részvény, ezen a részvénynél. A price action kell erősen figyelni, tehát hogy, hogy reagál maga az ár a napi dolgokra. Viszont egyes fundamentális, fundamentális és pszichológiai jellemzések szerint a 28-as szint az, ami egy egészen kényelmes célár lehet. És Úgy, úgy tudom, hogy sok befektető ezt a célárt is szúrta ki magának. A harmadik részvény pedig az IRBT stock, ami az iRobot Corporation-nek a, részvénye. Szintén nem tudom kereskedni az én platformomon, de elkészítettem az elemzést ezzel kapcsolatban. Szóval az iRobot corporation a, a grafikonján egy három hullámú emelkedő trendet lehet látni, aminek a harmadik hullámában vagyunk jelen pillanatban így jelen esetben maga a vétel igen kockázatos lenne, tekintettel arra, hogy egy korrekció közeleg. A fontos álszintek azoknak, akik innen eladni szeretnének, amennyiben a 70,19-es szint konfirmálva törik, akkor a következő szint az, amifelé felé majd lefelé mozdulunk, az pedig az 58,23-as, és majd a 36,88-as szupport, tehát támogató vonal, Fontos álszintek azoknak, akik venni szeretnék a részvényt, mivel a 93,53-as szint egyszer már tört. A következő kritikus pont a harmadik hullámban a 104,4-es szint és a 114,88-as szint. Ahogy azonban a tegnapi tőzsdei zárás is mutatta éjjel, hirtelen korrekcióra is számítani lehet, mivel az ár gyorsan visszazomott 83,48-ra, ezt kihangsúlyozom tegnap este történt. Az első támogató vonal az 83,49 lesz, amikor számíthatunk arra, hogy ott megáll az esés. Majd, ha nem sikerül, akkor a 77,28-as, ami ugyancsak egy támogató vonal. Ez lenne a három részvény, amit szerettem volna nektek kielemezni, friss információval. Ezen kívül, hogyha bármilyen más részvényel, vagy akár ezekkel a részvényekkel kapcsolatban is szeretnétek információt, akkor nyugodtan Hagyjátok ott a kommentet, miután nagyon lájkoltátok a videót, és nagyon szívesen készítünk róla ele 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 elemzést. Mm, és mehetünk vissza István, oda is adom neked a megosztást. Azt felejtettem mondani, beszéltél a Mars Society videóról. Erről szeretnék egy összeforulót készíteni ha érdekel titeket, úgyhogy lájkoljátok like legalább 150-en ezt a videót, és akkor készítek. Ha nem, lehet, hogy akkor is elkészítem. Próbálunk beleférni tényleg, most már legalább egy órában, most már 40 percnél tartunk. Úgyhogy felpörgetem a végét. Egy jó pár Ilonos hírrel készültem a végére. Az egyik az, hogy Ilon is volt diák, illetve megosztotta ugye a tanára, hogy maga Ilon Musk is milyen házi feladatokat csinált. Ugye, aki nem tanult fizikát, mint én annyira az komolyan, inget. annak ez kicsit bonyolultnak tűnik. <laughs> Úgyhogy ebben nem is bennék bele komolyabban. Kittfelje veszem a képen, hogy lássam. Ugye Németországgal kapcsolatban jelent meg jó pár hír, az egyik az, hogy Ilon németországi látogatása közben ugye meglátogatta kurveket is, ugye, akik RNA kis mikrogyárakat szeretnének gyártani és ezzel gyógyítani különböző betegségeket. Látogatása közben ugye írta részt vett egy, egy kis helyi ünnepségen, és megosztotta, ugye, kiírta, hogy a németül írta, hogy megköszönte mindenkinek a, kemény munkát, segít a gyár felépítésében. Továbbá, ha már Németországban volt, meglátogatta barátját, Herbert Diszt, aki ugye a volkswagen dolgozik, és maga Elon Musk vezette a, vezette a ID3-as Volkswagen-t. ugye beszélnek róla, hogy mekkora az aksi, és a többi, és a többi. Ebből tényleg látszik az, hogy, hogy nem viccelt, amikor azt mondta, hogy ők barátok, és majd rá visszatérünk egy Herbert Diss-re egy későbbi hírben is. És a Németországban jár, akkor megkérdezték, hogy milyen fajta ételeket szeret, és a kedvence a döner kebab érdekesség. <gül> <gül> illetve megkérdezték Ilontól Twitteren, hogy mit, gondolna, mit gondol a Bill Gates-ről, illetve Bill Gates nek az elektromos autókról és elektromos autókról eh, alkotott véleményéről, és Ilon egyszerűen röviden annyit válaszolt, hogy fogalma sincs Bégésznek az egészről. Big, ez egyébként nem abból is látszik, hogy Bill Gates egy Porsét vett, és nem egy Teslát. Ez valószínűleg nem tetszik Ilonnak se, de tényleg az látszik, hogy Bégész ezen a területen annyira nem. Nincs képbe. Biztos nincs annyira képbe, mint Ilon. Illetve maga Mónika Lewinsky nem tudja eldönteni, ugye, hogy Subaru-t vagy Tesla-t vegyem, és Ilon ugye próbálja meggyőzni Mónikát, hogy nyugodtan vehet egy Tesla-t, mert hét napon belül visszaadhatja, ami egy kicsit régi hír, olyan szempontból, hogy Tesla, szeptember 10 hogy most már vannak ilyen belsős e-mailek, amik azt mutatják, hogy valószínűleg ezt a hét napos visszavásárlási garanciát el fogja törölni a Tesla hamarosan. Illetve láthatjuk, hogy Elon, ha tweetelni akar valamit, ugye akkor mikkel áll szemben? Ugye különböző jogi, pénzügyi Beper, beperlési problémák és további jogi problémák. És ugye alá tweetelt, hogy a élete sztoria. Nagyon vicces, szerintem. A következő következő Twitter felhasználó megemlítette, hogy Iron, te a jövőből jöttél, amire ő azt válaszolta, hogy persze csak melyik bolygóról. <laughs> Ez a kérdés. Szakásos Iron viccek. Illetve az előbb már beszéltünk a, a napenergiáról, és Steve Jurvetson, aki egyébként a legelső modelles átvevője, tehát ő a modell s közül ő volt a 00001-es sorszámú átvevője, és egyébként korai Tesla befektető, illetve benne is van a tesla a tanácsában. Ő tweetelt egy újabb mérföldkörről a fúziós energiában, amire igazán csak annyit írt, hogy, hogy persze ez tök jó, de amúgy a szolárral valószínűleg egyszerűbben járnánk, és olcsóbb lenne megoldani. A szolárral oldanánk meg ugyanezt. Egyik kedvenc youtuberem, Marcus Brownlee tweetelte neki, hogy őnek igazából nincs szüksége a PLED modellesre, de nagyon küzd azzal, hogy megrendelje. Ez a nincs szükségem rá, nincs szükségem rá, nincs szükségem rá. <laughs> Csillon csak annyit szólt hozzá, hogy ez egy next level, ugye következő szinten van. Illetve szintén James Stevensonnak elég sűrűn válaszol ilan. itt is éppen válaszolt neki, méghozzá azt, hogy Sandy Muro megérti a megérti a mérnökséget, úgymond. Ugye Szendi készített egy videót arról, hogy hogyan fog kinézni az új 4680-as cella. Még tartozok nektek egy, egy Sandy Mórós videóval, méghozzá a Cybertruck-os összehasonlítással, azt majd a következő hetekben megpróbálom megcsinálni, illetve lehet, hogy bele teszem ezt, a, az axis videót is a végére. Ugye az előbb mutattad azt a képet, Tamás, és ugye erről van egy én. videó is, én találtam egy videót is, nem tudom, hogy te azt meg akartad-e mutatni, de... Nem, mert láttam, hogy te meg szeretnéd. Kértem. Three, two, one. Elég komolyan néz ki videóban is. is. Ez amikor a oh, Falcon 9-es átrepül a oh, nap elő. Oda Dead center. Nagyon jó sikerült videó. Illetve, hogyha... Ilon ugye sűrűn nem legett, nem szereti a rövidítéseket, ennek ellenére egyfolytában rövidítéseket használ. Ugye a kedvenc könyve, L.O.T.R., ez neked mond valamit, Tamás? Nem. Lord of the Rings, és alá megtételte a h 22 g az jelent neked valamit? Nem. Ez meg a Hitchhiker's -hitch -hitch Guide to the Galaxy, tehát ez a uh, galaxis utikalauz stopposoknak. Ezt olvastam. Egyébként rengeteg, rengeteg főleg a Hitchhik Hitchhiker, tehát a Galaxis utikalaus toposoknak rengeteg utalás van a Teslákban, illetve a Tesla szoftverben is erről. És továbbra visszatérünk ugye Herbert Dishez, akit kicsit mondjuk úgy savaztak Twitteren, hogy, hogy gyakorlatilag nem tesz semmit, és Ilon pedig megvédte a barátját, mondvá, hogy egy nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ő, hiszen ő próbálja jó irányba elmozdítani a volkswagen de közben ugye túl sok igényt kell kielégíteni, úgyhogy nincs túl könnyű helyzete. Az és Jesse egyébként a Nájvonó csatornáról arra tippelnek, hogy annyira nagy a barátság közöttük, hogy ők nekik az a elméletük, hogy előbb-utóbb lehet, hogy felveszik a Teslahoz Herbertet, hogy vezesse a német német részleget, amire egyébként tényleg én is azt mondom, hogy van, van lehetőség. E, rengetegen e, ugye manapság viccelnek, ugye mindenki megoszt egy, egy, egy Winston Churchill idézetet, e, többek is. Ugye hozzátette ehhez, és ugye egyre viccesebb formában, ugye What is love? Baby don't hurt me. Winston Churchill, ugye. <gül> <gül> Itt a Tesla Owners Silicon. Tesla Owners Online, ez nem is a Silicon Valley, ugye hozzátette a hozzáillő képen. Illetve itt volt egy tweet, ami most eltűnt, Lex Friedman is hozzá tett egyet, ami nekem nagyon tetszett, és nem ez volt az véletlen se, amit itt, amit itt tweetel. Gyakorlatilag ő elkezdett egy valóban Winston Churchillnek tűnő idézetet, de aztán a végén ez a Rick Roll-nak nevezett uh, dologba folyt át. Ez a nevegőd, let you down, nevegőd, uh, desert you, meg stb. Itt most küzdök egy kicsit a zoommal, mert pont ott van a zoomnak az irányítás, ahol én beszeretném zárni ezt az oldalt. És valószínűleg össze kell rakjam egy kicsit kisebbbe. Oké. Okay. Sikeresen bezártam. És ugye az utolsó illonos hírünk az, hogy a, a Lucid bejelentette a legutolsó modelljüknek, ami majd csak 2020 sokban fog megjelenni. 2022-ben, ha jól emlékszem, fog megjelenni a legolcsóbb Lucid, ez a Dream Edition, ami 69.990-es ár ami ugye Ilon személyes sértésnek veszi, hiszen ő az egyik kedvenc száma a 69, a másik meg a 420, ezért ugye kitvítelte, hogy, hogy hogy, is mondjuk ezt magyarul, Tamás, ez a Gantlet, ez a szemben a magyar neve. Ezt nem tudom most így hirtelen lefordítani, megmondom őszintén. Ugye de... a, a, profécia betöltettetett, ugye, és akkor az ő áruk ugye 69.420, amit az elején már mutattam is, ugye, a modellessel kapcsolatban. Illetve annyi, de annyi hírünk volt, és annyi friss dolog van, hogy ezt már sehol nem tudtam berakni, de hogyha még velem vagytok egy addig, amíg a mobil internetem is összeszedi magát, akkor megmutatom Sean mitchell azt a videóját. Ugye az előző hír ugye lényegében az, hogy a Lucid ugye bemutatta az árát ugye a Dream Edition-nek. Nem a páncélkesztyűre de ne, nem, nem, így fordítjuk. Tesla sont akarom megkeresni. Ugye te, így van, Sean Mitchell, és itt van ez a videó, amit szerettem volna még a végére beszúrni, hogyha nem felejtem el, és csodák, csodálja nem felejtettem el. És ma is meg a telefonomon, amit szerettem volna mutatni. Ugye a GM bemutatta az új Hammer EV-t, és itt vannak a zárak, illetve a hatótávolságok is hozzá. Legelőször ugye 112 ezer dollárért jövő össze fog megjelenni a 350 mérföldes hatótávolságú, és három másodpercen belül gyorsuló 0-60-ra ugye Hammer, és aztán szépen megyünk sorba, és a végén elvileg lesz egy 80 es is majd négy év múlva. Arra majd kíváncsi leszek. És egy pár érdekesség még. Awesome, nevezett, like úgynevezett Crab Walk az egyik újdonsága az, hogy egy irányba tud elfordulni az összes kerék. Ennek a hammernek, illetve szeretnék egy olyan képet is mutatni, ahol maga a hammer dolog jobban látszik. És nem, ezeken a képeken szépen látszik. Szóval még egy újdonság, ugye, hogy megjelent a, ez az újfajta hammer. Ami szóval elég jól néz ki, kíváncsi leszek, hogy tényleg Vá, tudják, hogy mennyi Hát nyilván a Cybertruck ez egy kicsit jobb nála. Ez egy, ez egy érdekes, hogy van egy alul lévő kamera és ugye az autó alján lévő kamera is, akkor Láthatjuk, hogy mi van az autó alatt, illetve nem akadunk föl a mindenig a sembe, illetve kivehető a tető is, betehető a frangba, illetve az oszlopok közül is egy néhány, tartó oszlopok közül is egy néhány kivehető. Igazából én itt is szeretném befejezni ezt a videót, az aksim is már a végét járja. Szerettünk volna 20 percből befejezni, most 52 percnél tartunk legalábbis a bevezetőt kivéve, úgyhogy majd legközelebb megpróbáljuk jobban felpörgetni, Um, annyit tudok még elmondani, hogy ugye megosztottam a patreon ugye ezeket a, ezeket a linkeket, ugye a vázlatunkhoz lényegében a linkeket, és, és most sem, ha jól emlékszem, most sem kaptam hozzászólást, de hogyha igen, akkor bocsi, de ma reggel nem tudtam már ránézni, tegnap este biztos, hogy nem kaptam rá hozzászólást, és ugye ezeket ugyanúgy megosztom majd a Youtube-on is, mert ugye most már a Youtube-on is lehet támogatni, uh, illetve én hosszú távon azt tervezem, majd, majd felteszek egy ilyen szavazást a YouTube oldalamra. Én tényleg azt tervezem hosszú távon, hogy a híreket megpróbáljuk a lehető legrövidebben tényleg egy 20-25 percben összefoglalni két hetente, és egy másik csatornán szeretnék egy ilyen podcastot, a konkrétan innovatív podcastot, tehát nem is híreknek nevezném, hanem podcastnak, ahol hosszabban beszélgetünk különböző témákról kicsit lazában, nem ennyire rohanva, mint most itt a hírekkel kapcsolatban. És annyit még elmondok ilyen kis műhely titok, hogy most fogjuk fölvenni a Két következő podcastot, amik majd a jövő héten hétfőn lesz, egy olyan, hogy a SpaceX-es, illetve a Tamás a tőzsdével jön, és még utána egy héttel később hétfőn pedig én egy ilyen elektromos autós teslás podcast. Az lesz az érdekesség szerintem az egészben, hogy a hírek hosszabb lesz jelenleg, mint a podcast pedig fordítva terveztük, de hát az elején még vannak ilyen gyerekbetegségek. Szóval meg továbbra is, hogy ugye lájkoljátok a videót. Ugye említettem, hogy szeretnék, szeretném összefoglalni a Mars Society videót is. Jövő héten jön az a negyedéves, harmadik negyedéves beszámolónak az összefoglalója. És ehhez, hogy ezeket megcsináljam, legalább egy 150-en lájkoljátok a videót, kövessetek Patreonon, csatlakozzatok hozzám, támogassatok YouTube-on is, ugye, osszátok meg minél több embernek, látom egyébként a statisztikákból, hogy elég sokan megosztátok Viberen, vagy, vagy Messengeren, ez is nagyon jó tesz a csatornának, hogy minél többen látják, attól úgymond sikeresed lesz a csatorna. És akkor igazából Tamás, te is köszönjél, és, el, és akkor én is elköszönök a végén. Igen, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Tényleg írjatok meg bármit kommentben, amit csak gondoltok, és hogyha szeretnétek, hogy valamiről beszéljünk a fent említett témák közül, akkor azt úgy szintén komment, 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 és ezen kívül valóban érdemes kihasználni a patreon az előnyeit, mert ott igazából ti is egy kicsit szerkesztők lehettek a műsornak. Szóval köszönjük szépen, és találkozunk a következő adásban. Köszönjük szépen, találkozunk legközelebb.